you. Mm -hmm. Sziasztok, mindenkit a csatornán. Rögtön el is kezdeném itt az első receptet, ami nem más, mint egy megmaradt burgonya püréből készült nyoki, amihez a zöldségládában ládában rejlő spenótot fogom ilyen kis ízesítő anyagként használni, ilyen tejszínes spenótos szósz formájában. Ugye egyébként ez így nagyon jó megmaradt burgonya pürének a felhasználására is, de hogyha nektek nincs otthon, akkor nagyjából fél kiló burgonyát apró amiben megfőzitek, összetöritek, hagyjátok teljesen kihűlni, és egy ilyen 250-280 g liszttel összekeveritek, és jó alaposan így meggyurmáljátok. Igazából nem lesz olyan állaga, mint egy ilyen szokásos tésztának, úgyhogy nem kell sokat vele bajlódni, és fél egy órára félre rakjátok így szoba hőmérsékleten. Ezután pedig nekiláttam magának a szósznak, vagy hát ennek a mártásnak. Általában mindig ehhez hasonlóan szoktam készíteni néhány darab új hagymát, ami szintén a zöldséges ládában volt, a külső ilyen vékony hártyás részétől megtisztítottam, majd pedig közepes méretűre felaprítottam, két-három gereszt fokhagymát is lehet hozzáadni, én általában ilyen egyszerű olajon, oliva olajon, nagyon alacsony lángon szoktam elkezdeni megfonyasztani, főleg videózás közben, mert ilyenkor azért mindenre ügyelek, és nem akarom, hogy megégjen, és belereszeltem magát a fokhagymát, de természetesen bele is lehet darabolni, bele is lehet fokhagyma nyomóval törni, ezután pedig a megmosott, megtisztított spenótokat ilyen nagyobb darabokra felaprítottam, és egyszerűen bele raktam ebbe a tálba, amint látjátok majd, ez a mennyiség soknak tűnhet elsőre, de iszonyatosan összefogásni, úgyhogy azért egy jó nagy adaggal kell számolni ahhoz, hogy két-három főre el tudjátok készíteni ezt a receptet, és jöhet a fűszerezés, én egy kevés sót, valamint ilyen természetes, hát ilyen vegetát használtam, amiben már önmagában nincs só, került rá bors, egy pici oregano, illetve van itthon egy ilyen különlegesebb ízesítésű bors is, amiben citromhéj is szerepel, azt is raktam bele, valamint egy deci színnel felöntöttem az egészet, és hagytam egyébként már így lezárt lángon, vagy hát lekapcsolt lángon pihenni. Itt láthatjátok, hogy a megpihentetett nyoki tésztát kisebb adagokra felvágtam, ilyen két centis, vagy egy centis vékony kukacokká sodortam, és azokat egy másfél centis kisebb adagokban leválasztottam. Meg is kezdtem hozzá a vizet felforralni, raktam bele egy kevés sót, mert innentől fogva már azért nagyon gyorsan lehet haladni. Magukat a nyokikat lehet ilyen villás módszerrel is elkészíteni, de hogyha nincs hozzá türelmetek és nincs hozzá kedvetek, akkor egyszerűen ilyen kis megnyomást is végezhettek a tetején, úgyis belekerülhet, vagy a kezetek között megsodorhatjátok, teljesen mindegy, hogy milyen formája lesz igazából. Nekem tetszett ez a villás megoldás, és aranyosnak találtam, hogy lesz ilyen kis nyomat rajta. Úgyhogy rajtatok áll, hogy melyiket szeretnétek, de tényleg rengeteg féle változat van az interneten, de akár más mintás eszköznek a felületét is lehet ahhoz használni hogy hát ilyen kis egyedi falatkákat készítsetek belőle. Én egy kicsit lágyra hagytam egyébként a tésztát, úgyhogy viszonylag puha lett a végeredmény, ettől függetlenül egyáltalán nem esett szét. Ez a mennyiség egyébként óriási, úgyhogy az egyik felét ehhez a spenótos, tejszínes dologhoz használtam fel, a másikra pedig egy ilyen mákos citromos vaníliás dolgot applikáltam, úgyhogy az meg egy ilyen desszertként funkcionál, úgyhogy akár a felét is el tudjátok készíteni, vagy egy nagyobb család számára tökéletes ez a nagyjából fél kilónyi maradék burgonyapüré, vagy pedig ugye frissen készített változat, és nincs más dolgunk, mint a lecsepegtetett kis nyoklikat átrakni ebbe a tejszínes mártásba, megkóstolni, hogy kellően sóse, kell -e esetleg bele még valami fűszer, utána pedig tálalhatjuk, és a tetejére én reszeltem egy kevés gránapadánó sajtot, mert még mindig van belőle, úgyhogy ilyen minimális mennyiségben is nagyon-nagyon kellemes ilyen fűszeres ízt ad az egésznek. Itt vagyok a másik recept ötlettel, amihez első körben a különböző zöldségeket kezdtem el megtisztítani. Ezeknek is a legnagyobb része magából a zöldséges ládából származik. Ugye pont ez az érdekesség számomra, hogy az éppen aktuális friss növényeket tudjam felhasználni. Fehér spárga volt most benne. Én alapvetően a zöldet sokkal jobban szeretem. Nem is szoktam saját magamtól túl gyakran fehéret vásárolni, de ez volt benne, úgyhogy ezzel dolgoztam. Az alsó picit fás, kicsit ilyen megrepet részét levágtam, valamint a felső fej részétől lefelé elkezdtem nagyjából meghámozni őket. Igazából nem estem túlzásba. Utána pedig előkészítettem ismét a az új hagymákat, amint látjátok, rengeteg volt belőle, úgyhogy minden recepthez használtam. És hát ilyen kisebb darabokat vágtam belőle, beleraktam egy tálba, amiben néhány kanál vajat raktam előtte, nem kell óriási lángon készíteni, és akkor jöhet a tetejére a nagyjából felvágott spárga is, nem igazán figyeltem arra, hogy egységesek legyenek, így nagyjából hasonló méretet szerettem elérni, és nem öntöttem még rá itt semmilyen folyadékot, nem raktam rá semmi fűszert egyszerűen elkezdtem így a vajon nagyon alacsony lángon az egészet pirítani. Két-három közepes méretű burgonyát is meghámoztam, szintén a ládából kisebb ilyen 1-2 centis kockákra vágtam őket, és ezt is hozzáadtam a leves alaphoz, mert ez az, ami majd segít nekünk az egészet besűrűsíteni, ad neki egy ilyen gazdag, testesebb állagot igazából, ezután pedig felöntöttem dupla vízzel, hogy jó alaposan ellepje a zöldségeket, de hát igazából ez csak annyira szükséges, hogy meg tudjanak benne főni tényleg a zöldségek, mert utána könnyedén tudunk rajta még módosítani. Jöhetnek a különböző fűszerek, én fokhagymagranulátumot, sót, borsot, valamint természetesen a ládában lévő kakukfüvet használtam, amit egy ilyen tészta mosás után leszárítottam, úgyhogy most már hónapokig eltartható lesz, és itt láthatjátok, hogy minden belekerült, szépen lefedem az egészet, és nagyjából fél órán keresztül, vagy 20 percig, ameddig meg nem puhul a benne lévő burgonya, hiszen ő a legkeményebb zöldség benne. Megnézem egy kanál segítségével is, hogyha puhának ítélem, akkor nincs más dolgom, mint az egészet átrakni egy turmixba, de hogyha van nektek otthon botmixer, akkor azzal talán sokkal egyszerűbb, legalább és kevesebb mosatlannal jár. Nekem nincs, én szeretem ebbe belepakolni, igazából teljesen ugyanolyan lesz a végeredmény, úgyhogy mindkettővel működőképes a koncepció, és ö, egyszerűen lepépesítettem néhány másodperc alatt az egészet, utána pedig vissza lehet rakni majd a lábosba ezt a zöldséges pürét, és akkor innen jöhetnek még a többi lépések, ami igazából annyiból áll, hogy kellő híg állapotra hozzuk fel az egészet, attól függően, hogy ki hogyan szeretné, akár egyébként egy ilyen főzelékként is tud ez funkcionálni. Én a turmixot mindig szoktam lögybölni egy másfél deci folyadékkal, azt is hozzáadtam, utána pedig egy ilyen kevés tejszínes habarást végeztem igazából rajta. Ez a megmaradt egy deci az előző nyokkis recept után, úgyhogy úgy gondoltam, hogy felhasználom hozzá, de nélküle is egyébként tökéletes volt, és alapvetően Ennyi lenne maga ez a krémleves. Megkóstoltam, úgy ítéltem, hogy kellene még bele egy kevés bors. Ez ismét ez az Aldiból beszerzett rózsabors, kis citromhéj, meg ilyen érdekességek vannak benne, és szerintem nagyon jól illet hozzá. És, mint említettem, ez már így készen van, de a legtöbb esetben én így nem teljesen szeretem ezeket az egynemű, egyállagú leveseket, úgyhogy úgy döntöttem, hogy készítek a tetejére valami kis extra ropogós réteget. Ilyen fekete erdei son át pirítottam le alacsony lángon, mert kicsit tovább kell őket sütni, hogy tényleg ilyen ropogó, széttörhető legyen az állaga, és ez sokkal jobb, kevésbé zsíros, mint a békön, és tényleg ilyen jó kis húsos, sós aromája van, úgyhogy túl sokat nem kell rárakni, mert nagyon elsózná az egésznek úgymond az ízélményét, valamint a saját kovászos kenyereim közül is megpirítottam néhány szeletet, és az ilyen tökéletes mártogatós volt hozzá, itt pedig láthatjátok a fotózás, Való előkészületeket. Ugye általában szoktam készíteni Instagramra, a blogra, meg ugye a receptekhez, írott formákhoz egy-egy ilyen fotót, úgyhogy ahhoz láthatjátok itt, hogy két-három kisebb edénykébe is belepakoltam, ráraktam mindegyiknek a tetejére kis dekorcuccokat, úgyhogy általánosságban a saját magunknak készülne valami azért nem ennyire esztétikus szokott lenni, ettől függetlenül gondoltam, hogy megmutatom nektek is, nagyon-nagyon finom és különleges ízű volt ez a leves. El is érkeztünk az utolsó recept ötlethez, ami szintén egy ilyen spenótos, tejszínes alapú, jutúrós töltött kátszóne lesz. Találtam a Tesco-ban élesztőt, és úgy döntöttem, hogy akkor inkább ebből készíteném el a receptet, mint sem kovászból, mert tudom, hogy nagyon-nagyon sokan nem szoktak kovászt használni. 3-3,5 deci langyos vízhez egy ilyen 20 g élesztőt morzsoltam, két csapot, hát ez ilyen kis kanálnak felel meg ez a fahka amit láthatatok nálam, annyit adtam hozzá, itt pedig kimértem 500 g lisztet, vegyesen, finom és rétes liszt keverékéből, ez volt itthon, de egyébként kenyérliszttel is nyugodtan lehet dolgozni, vagy abból, ami van otthon, csak azért nézzétek meg, hogy mennyi folyadékot vesz fel. Most ebben az alacsonyabb tányérszerűségben kezdtem neki, nem mondom, hogy ez volt a legtökéletesebb méretű, de igazából a gyúrás részét amúgy is a fa felületen szoktam végezni, úgyhogy magához a kimért liszthez, amiben egy csapott kiskanásót is tettem, hozzáadtam azt az élesztős vizes folyadékot, valamint egy-két evőkanál olajat is adtam a tésztához, utána pedig egy 5-10 percig gyúrtam, amíg szép sima nem lett a felülete, lisztezett tálba, tányérba visszaraktam, kicsit meglisztettem az alját, illetve tetejét is, egy-másfél órán keresztül hagytam az egészet, és hát midő meglepetés, ismét ezekkel az új hagymákkal kezdem a receptet, ismét fokhagymával, hát ezek azok, amik ugye a ládában lapultak, ezek, amikből tudok én is alkotni, ettől függetlenül, hogy minden receptben majdnem azonosak az alapanyagok, teljesen más lett a végeredmény, úgyhogy ö, nekünk nagyon-nagyon tetszett, kevés olajon ismét a fokhagymát hagymát, kicsit megdinszeltem, lepirítottam, és egy jó nagy adag spenótot ismét megaprítottam kisebb darabokra, hogy könnyebb legyen kevergetni, és itt is láthatjátok, hogy elsőre talán soknak tűnhet ez a mennyiség, de néhány perc után a hőhatására teljesen össze fog esni, és itt is egyébként ugyanúgy, mint az előző recepteknél, egy pici tejszint raktam az egésznek a tetejére, valamint ugyanúgy kerültek rá a szokásos fűszerekből, ami itt egyébként különlegesség, ami rákerült a tetejére, az kapor, oregano, illetve kakukkfű. Nagyon szeretem a kaprot így a spenótos, illetve hát konkrétan már így a jutúrós dolgokhoz is, mert ebbe a receptbe jutúró lesz az egyik fő alkotó elem így az ízvilága miatt, úgyhogy már ezért sem igazán hasonlít a többire, hiába ugyanaz az alapja. Hogyha nincs otthon jutúrótok, akkor lehet hozzá használni rikottát, illetve feta sajtot, vagy pedig egyszerű általános tehén túrót is, mert akkor is ad neki egy ilyen nagyon jó állagot, ilyen kis töltő anyagot, és sokkal gazdagabb lesz igazából a végeredmény. Ezután lereszeltem egy nagyobb mennyiségű trapista sajtot, illetve még mindig volt egy picike darab ebből a grana padano sajtból, úgyhogy ebből is reszeltem hozzá, hogy bele tudjam tölteni majd a kálcónékba. Itt pedig láthatjátok, hogy nagyjából másfél óra alatt milyen szépen megkelt az egész. Itt pedig kimértem magát a tésztát és elosztottam 6 egyenlő részre, hogy egyformák legyenek a töltött pizzák, mindegyiket gömbölyítettem így általában a külső tésztát, így beszoktam magába fordítani, visszapakoltam a tányérba, és még 20 percig ilyen gömb formájában pihentek, hogy könnyebb legyen a nyújtás, illetve a tésztával való bánás, és egy enyhén lisztezett felületen lapítottam el magát a tésztát, egyébként egész éjszakára is be lehet rakni a hűtőbe a hát ezt az egyszerű pizza tésztát mondhatni. Én most ebédre készítettem ezt a receptet, úgyhogy nem pihentettem, viszont úgy még finomabb lenne a végeredmény. Úgyhogy itt láthatjátok, hogy egy kicsivel több mint fél centire kinyújtottam, került rá néhány evőkanállal a teljesen kihűtött spenótos töltelékből, került rá trapista sajt, illetve a gránapadánó sajtból is, és akkor itt ilyen félbehajtott töltött pizzát formáztam, a széleit ellapogattam, utána pedig ilyen kis díszítő felhajtogató módszerrel megdekoráltam, és így jártam el az összes többi receptnél. Egyébként van már fent a csatornán egy másik kácón recept, hogyha érdekel benneteket, és nem ilyen spenótos változatot szeretnétek készíteni, hanem ilyen hagyományosnak mondható paradicsomosabb változatot, akkor ajánlom azt is a figyelmetekbe. Én egyébként nagyon-nagyon szeretem készíteni, most Ebben van, hogy kipróbálom, hogy kovásszal milyen lenne a végeredmény, úgyhogy lát, azt is meg fogom nektek mutatni. Miután megformáztam őket, még 20 percig pihentek, utána bevágtam mindegyiknek a tetejét ollóval, lespricceltem vízzel, de kézzel is le lehet őket csapkodni, és egy icike-picike kis szárított kakukkfüvet szórtam a tetejére, csak is a dekoráció véget. Ez egyébként teljesen elhagyható, és 240 fokos ilyen előmelegített vassal, tehát ilyen pizzavassal bent lévő sütőben, egy ilyen 15-18 percig sütött és láthatjátok, hogy ilyen gyönyörű, ropogós, barna színe lett az összesnek. Ebben a fázisában egyébként érdemes lehet megkenni egy pici olajjal, akkor így ilyen nagyon szép fényes külsőt kap. Én a fotózáshoz felhasznált darabokat megkenegettem. Itt láthatjátok, hogy közvetlenül a sütőből kivéve extra forrón, úgyhogy azért nem is tudtam szépen gyorsan megvágni. Nagyon-nagyon jól néz ki az egész. Puha, levegős, nagyon kellemes a tésztája, és nagyon kellemes és lett a benne lévő ilyen spenótos Jutúrós tölteléknek is az íze, és hát ajánlom nektek, hogy próbáljátok ki. Tényleg bármivel fel lehet dobni ezt az egyszerű tésztát. Nagyon praktikus egyébként a formája, hogyha szeretnétek, akkor könnyedén magatokkal lehet vinni. Nem most, majd néhány hónap múlva, de tényleg nagyon kis finom lett rajta, illetve benne lévő töltelékek nem száradnak úgy ki, mint egy ilyen hagyományos pizzánál, úgyhogy mi ezt nagyon-nagyon szeretjük. Úgyhogy ezt a három receptet szerettem volna nektek megmutatni a friss tavaszias zöldségek jegyében, remélem, hogy tetszett nektek, és tudtam egy kis inspirációt nyújtani, hogyha szeretnétek még a jövőben ilyen zöldségládás, receptes, videós tartalmat a csatornára, akkor nyomjatok egy lájkot, esetleg írjatok egy kommentet, nagyon-nagyon szeretem őket, és tudjátok, hamarosan újra találkozunk, addig is, sziasztok!